Rajthely lesz karcag, helytörténeti pályázatok, horror karaván Kenderesen, tartalmas év áll a népművészek mögött. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 19-én 18 óra 5 perckor. Debrecenből indul és Esztergomban fejeződik be idén a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny. Az útvonal szerdai bemutatóján kiderült, a Civisvárosból induló 174 kilométeres első etap Hajdúszoboszlón ér véget. Ezt a 182 kilométeres Karcag-Nyíregyháza és a 171 kilométeres Sárospatak-Kazincbarcka szakaszt követi, majd következik a király etap, amely Miskolcról rajtoló mezőny 178 kilométert megtéve a Kékestetőn ér célba. A záró szakasz Esztergomból indul, majd 156 kilométer után ott is zárul, úgy, ahogy a mezőny 4 kört tesz meg, majd magában foglalja a dobogókői emelkedőt. Idén már 9. alkalommal lesz vagy rajt, vagy cél, vagy akár mind a kettő, ilyen is volt ugye az elmúlt időszakokban. Idén rajt helyszíne a 2020-as Tour de Hongrie-nak, amely valóban egyrészt illeszkedik abba a sorba, ami az mi elképzelésünk, hogy minél több országos, rangos országos versenyt, eseményt sikerüljön karcagra hozni, megörvendeztetve ezzel a sportszeretőket. Másrészt pedig valóban egyfajta elismerés a szervezők, a főszervezők részéről, hiszen Karcag az elmúlt időszakokban és az elmúlt években is mindig odaállt a Tour szervezőbizottsága mellé, és amiben tudtuk, segítettük az ő munkájukat. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kifejtette, a versenyen minden évben egyre erősebb mezőny indul, így színvonalában egyre jobban megközelíti a világ nagy körversenyeit. Az államtitkár kijelentette, a kormány a sporton belül is kiemelt figyelmet forít a kerékpáros sportra, amely kiváló lehetőség a sport népszerűsítésére és az aktív életmód a mindennapos mozgás fontosságának hangsúlyozására. Május 13 és 17 között sorra kerülő magyar körversenyen összesen 861 kilométer leküzdése vár a mezőnyre, amely minden eddiginél erősebb lesz. Ennek egyik oka, hogy a Tour de Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy Magyarországon rendezik meg május 9 és 11 között a Giro d'Italia első három szakaszát. Így az amúgy is Magyarországon tartózkodó World Tour csapatok szívesen neveztek a magyar körversenyre is. Maga a Tour az egy érdekes verseny, hiszen lesz egy olyan 7 vagy egy olyan 10 nap Magyarországon, amely a kerékpározásról fog szólni. Úgyhogy én nem csak a Tour de Hongrie-ról ejtenék egy pár szót, ha már az időpontokról beszélünk, hanem arról az óriási rendezvényről, amely egyébként egy nemzetközi kerékpáros rendezvény, hiszen május 9-én Magyarországon rajtol el az olasz nemzetközi körverseny, a Giro d'Italia, amelynek három szakasza kerül megrendezésre Magyarországon. Május 9, 10 és 11-én lesz ez a három szakasz, amely elsősorban a nyugat-magyarországi, a dunántúli részt érinti, hiszen mind a három szakasz ott kerül megrendezésre. És miért is fontos maga a Giro d'Italia? Olyan csapatok versenyeznek ebben a nemzetközi mezőnyben, amelyeket eddig csak televízióban lehetett látni, olimpiai közvetítéseken, világbajnokság közvetítéseken, vagy aki a Tour de France-t figyelemmel kíséri, tényleg csak ott lehetett látni ilyen profi csapatokat. És ugye a szervezőknek az volt az ötlete, hogy ha már itt van Magyarországon egy profi csapat, ugye több tagból, több stábból áll, és ha ez a stáb már itt van, és elrajtol a Giro d'Italia-n, akkor hát ha annak a csapatnak egy második sora, amely nem mindig azt jelenti, amire mi gondolunk a második sor, tehát a második sora az, ha egy nappal később indul a magyar körverseny, akkor esetleg részt vesz ezen a Magyarországon, ami most elsősorban Kelet-Magyarországot fogja érinteni. Ezen a körversenyen jól gondolták, óriási ötlet, úgyhogy innen is gratuláció a szervező csapatnak, hiszen nagyon sokan jelezték azokból a nemzetközi, magasan jegyzett csapatokból részvételüket a magyar körversenyen, akiket eddig tényleg csak a televízióban lehetett látni. Úgyhogy elképzelhető az, hogy a Tour de Hongrie körversenyen, mert hogy nem fog elindulni a
Giro d'Italián, más versenyek a fő prioritásai, de lehet, hogy a karcagi rajtnál például az aktuális világbajnok ott fog ülni a biciklin, és lehet majd látni, autogramot kérni tőle. Tehát az ötlet nagyon jó volt. Ugye május 9-10-11 a Giro d'Italia, egy nap szünet, és május 13-án indul útjára a Tour de Hongrie, amelynek második szakasza május 14-én fog rajtolni Karcagról, és innen a versenyzők majd a második szakaszban a Karcag-Nyíregyháza távolságot fogják teljesíteni. A 2020-as Tour de Hongrie programja. Első szakasz, május 13-a szerda, Debrecen-Hajdú-Szoboszló, 174 km. Második szakasz, május 14, csütörtök, Karcag-Nyíregyháza, 184 km. Harmadik szakasz, május 15 péntek, Sárospatak-Kazincbarcika, 171 km. Negyedik szakasz, május 16, szombat, Miskolc-Gyöngyös-Kékestető, 178 km. Ötödik szakasz, május 17, vasárnap, Esztergom, amely szintén Esztergomban ér véget, 156 km. Nagyon sok nehéz szakaszt tettek be a szervezők, ugye a harmadik lesz majd, ha jól emlékszem, a negyedik szakasz lesz az úgynevezett királyetap, amikor a Kékestetőt fogják megmászni a csapatok, de azt gondolom, hogy nem is a távolság, nem is a leküzdendő kilométerek, nem is az, hogy merre megy a Tour de Hongrie. Nyilván a felfokozott érdeklődés, hiszen egy időben fog menni a Giro d'Italiával, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi televíziókban is szinte egyszerre fogják leadni a két versenyt, hiszen, ahogy mondtam, nagyon rangos versenyzők fognak itt is kerékpározni. Tehát nem is a leküzdendő kilométerek vagy magasságok a legfontosabb, hanem az a résztvevői kör, amely itt lesz a Tour de Hongrie, amely emeli nyilván a figyelmet, de egyben a rendezvény nagyságát is, és hát azt gondolom, hogy mi karcagiak is, itt most valóban olyan versenyzőket láthatunk majd a rajtnál, a magyar élversenyzőkön kívül, akiket eddig csak újságokban, televízióban, nagyon messziről, távolról lehetett megcsodálni a kerékpár rajongóinak. Úgyhogy én bízom abban, hogy itt nagyon sok olyan versenyző fog rajthoz állni, aki a csapat mezén kívül azt a nemzetközi mezt fogja használni, amiben egy világbajnok, egy Európa-bajnok vagy egy országos bajnok indulhat csak. A tegnapi adásunkban már beszámoltunk róla, hogy a névadóra koszorúzással emlékeztek a Györfi napokon, és átadták a helytörténeti pályázat díjait is. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában a Györfi napok keretében Kardosné Szilágyi Anikó tanárnő megemlékezett a névadóról, a jeles néprajztudósról, majd az énekkar és a néptánc szakkör tagjainak műsora után megkoszorúzták az aulában lévő Györfi István szobrot. Ezután a galéria könyvtárában átadták a korábban kért Hozzunk létre egy Györfi galériát és makett pályázat, valamint a helytörténeti pályázat díjait. Várakozáson felül nagyon népszerű volt a karcagi énekeseket bemutató, vagy a karcag ének szeretetet bemutató pályázat. Mi ezt azért gondoltuk, hogy beletesszük a pályázati kiírásba, hiszen ebben az évben az iskolánknak a mottója, amit a tanévnyitó értekezleten dr. Ternyák Csaba érsek úr jelölt ki a katolikus iskolák számára, aki énekel, az kétszeresen imádkozik. És így kapcsoltuk be ezt a témát is ide. De a családi hitéletet bemutató pályázatok is nagyon értékesek, amelyek elkészültek, illetve a családnak a szép pillanataiból is hallhattunk itt olyan pályázatokat, amelyek valóban gazdagítják értékességükkel a helyi gyűjteményünket, amelyről el kell mondjam, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon hálás azoknak az embereknek, akik hosszú éveken keresztül dolgoztak azért, hogy a helytörténeti pályázataink bekerültek a karcagi értéktárba. Erről 2020. januárjában kaptunk értesítést a helyi értéktárbizottságtól. Az elmúlt 25 évben közel 800 dolgozatot írtak már a diákok. Szeretném kiemelni dr. Kasuba Jánosnénak a munkáját, hiszen ő volt az, aki 26 évvel ezelőtt elindította a helytörténeti pályázatokat, és aztán évről évre mindig voltak olyan kollégák,
nem csak az iskolából, hanem a városból is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a pályázat ez megélje a 26. évet is, és nagyon szép számban gyarapodjon, hiszen már körülbelül olyan 700 pályázat van itt a könyvtárban elhelyezve, szakszerűen összerakva, amelyet nagyon szépen köszönök Csinátné Bakó Éva kolléganőmnek, aki az iskolai könyvtári feladatokat látja el, és ő volt az, aki katalogizálta ezeket a pályázatokat, és így vannak elhelyezve, tehát bárki, aki szeretne ezek között a pályázatok között kutatni, hiszen én úgy gondolom, hogy aki helytörténeti munkát végez, az talál ebben értékes anyagokat, amit fel tud dolgozni. A város általános iskoláiból most 42 pályamunkát írtak a felsősök a helyi értékekről és az adventről vízkereszti kategóriában. Ezeket dr. Kasuba Jánosné és Rapi Lajosné az iskola nyugdíjas tanárai értékelték. A rendőrök horrorkaravánt szűrtek ki a közúti forgalomból Kenderesen. A kisújszállási rendőrös járőrei ellenőrizték Kenderes belterületén a 4-es számú főúton egy román hatósági jelzésű járműszerelvényt. A rendőrök az ellenőrzés során megállapították, hogy két külföldi férfi egy rakományrögzítő hevederrel vontatott egy motorhibás kis busz, amihez egy személygépkocsit szállító tréler is volt kapcsolva. A rendőrök a jogsértést megszüntették, a balesetveszélyes járműszerelvény további közlekedését megakadályozták. A 36 és 52 éves sofőröket előállították a karcagi rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési eljárás keretében 150 ezer forint, valamint 100 ezer forint szabálysértési bírságot szabtak ki. A Nagykunsági Népművészek Egyesülete tartalmas évet tudhat maga mögött, tudtuk meg dr. Eskovács Ilona elnöktől, aki a tavalyi évet már végigvitte a civil szervezet élén. Az Egyesület augusztusban fafaragó tábor tartott az Akácsliget Gyógy és Strandfürdőben, ahol délutánonként előadások is hangzottak el a fafaragás típusairól és a népi hagyományokról. A táborban a karcagi faragók mellett Bácskos útfalvárról érkező fafaragók közösen készítették el a város számára a Kunkapu emlékművet, amit tavaly augusztus 17-én avattak fel a református templomkertben. A faragó táborba meghívtuk a Vajdaságból, Bácskos útfalváról a faragóinkat, már én bocsánat, most már úgy mondom, hogy a faragóinkat, pedig hát nem a miénk, boldogan jöttek, testvéregyesületnek a tagjai ők. A faragó táborban két nagyon fontos dolgot készítettünk, az egyik egy nagyon szép Kunkapu emlékművet Karcag városának, amit föl is állítottunk augusztus 17-én a református templomkertben. A másik eredménye sok kis kapumakert, melyből majd később látható lesz egy, de valójában majd március 12-én nyílik a György István Nagykun Múzeumban a Kunkapu kiállítás, és annak az illusztrálására készül, maga kiállítás egyébként elsősorban fénykép kiállítás lesz. Az Egyesület a faragás mellett elkezdte a népművészet többi ágának is felkarolását, hiszen vannak itt jeles hímzők, díszítőművészek, csipkések, akik a régi mintákat a mai kor igényeket lényeihez igazodva újra tervezik és elkészítik. Elsősorban a hímzőknek lett óriási sikere. A kunghímzést három egyesület, a Jász-Nagykun Szolnok megyei Tudományos Egyesület, a Kézművesség Örökség Egyesület Törökszent Miklós, és a mi egyesületünk, a Nagykunsági Népművészek Egyesülete együttesen nyújtott be egy hatalmas nagy pályázatot az UNESCO kulturális nemzeti örökség Magyarországi Szakbizottságához, annak érdekében, hogy a kunghímzést is fölvegyék abba a nagy nemzetközi sorba, amiben például beletartozik a csárdás, most már beletartozik a matyóhímzés, és így tovább.
sikerült. Szeptemberben szerencsére a kunhímzés bekerült ebbe a sorba. Persze nem ezen a néven, hanem gyapjúhímzések a nagykunságba, és ezért mi egy kicsit beleértjük majd a szűrhímzést is, hiszen az is gyapjúhímzés, de még bizony hosszú ideig a kunhímzéssel fogunk foglalkozni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!